Csukodik a Szekszerdi törvényszék ajtaja. Ezt a látványt civilek most csak az utcáról nézhetik. Az épületbe ugyanis az itt dolgozókon kívül senki nem mehet be. A koronavírus terjedése miatt ugyanis rendkívüli ítélkezési szünetet rendeltek el az egész országban, így Tolna megyében is. A bíróságok nem tarthatnak tárgyalást, előkészítő ülést, illetve nyilvános ülést sem. Az ügyfélfogadási irodák zárva tartanak. Ettől függetlenül az ügymenet megy tovább. Elektronikus úton, illetve papíralapon minden bíróságon megtalálható egy postaláda, ahol elhelyezhetik a beadványaikat az ügyfeleink, illetve a kérelmezőink. Az épületek előterénél beljebb viszont senki nem léphet. A legfontosabb halaszthatatlan ügyeket, mint például a letartóztatásokat vagy a távoltartásokat továbbra is tárgyalják a bírók, amikor csak lehet kivetítőkön keresztül távmeghallgatás keretében zajlanak a tárgyalások. Ha pedig erre nincs lehetőség, akkor az üléseket rendkívül szigorú feltételek mellett tartják csak meg. A bírónak a tárgyalás elején meg kell kérdeznie az ügyfelet arról, hogy járt-e az elmúlt 14 napban fertőzött területen, volt-e kapcsolat a fertőzött személlyel, vagy esetleg betegnek érzi-e magát. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy bárki esetleg megfertőzhetett koronavírussal, vagy fertőződött koronavírussal, abban a pillanatban a tárgyalást a bíróság félbeszakítja, az adott személyt elkülöníti, a jelenlévők adatait rögzíti és az illetékes hatóságoknak átadja. A rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon egyelőre az országos veszélyhelyzet feloldásáig biztosan hatályban marad.